Túl a járványon komolyan fellélegezhetnek az emberek Ázsiában. Újraindult az élet Kínában, Japánban, Dél-Koreában és Tájföldön is. De vajon mindez csak ideig, óráig tart? Erről lesz szó a Globál Extra első részében. Jó estét kívánok! Kínából már több mint egy hónapja nem jelentettek új koronavírusos halálesetet, és a megbetegedések száma is jelentősen lecsökkent. Múlt héten már csak 8 új fertőzöttről lehetett hallani. Ebből 6-an külföldről hozhatták be a vírust az országba. Bár a járvány időszaknak hivatalosan vége van Kínában, az óvintézkedések még nem értek véget. Wuhanban 76 nap után április 8-án kezdték lassan feloldani a karantént. Andalgó családok, homokozó gyerekek és maszk szinte mindenkin. Így nézett ki a hétvégén a Shenzheni strand. A partszakasz ingyenes, békeidőben pedig így néz ki. Olyan zsúfolt, hogy egy gombos tűt sem lehetne leejteni. Bár a mostani kép nem tükrözi az általában nyüzsgő és tömött strand képét, túl a járványon azért sokan kimerészkedtek, hogy megmártózzanak a vízben. A kínaiak nagyon szeretnek fürödni a tengerben, most ráadásul nincs tumultus, könnyű parkolóhelyet és heverőt is találni. Egyszerűen szuper, az idő csodálatos, a gyerekek imádnak kint lenni a szabadban. Általában jó előre kell lefoglalni egy napozót, de most szinte alig vannak, magyarázta ez az apuka. Újra élettel telt meg a Shanghai Disneyland is. A koronavírus járvány miatt több mint 100 napja zárták be az élményparkot. A korlátozások lazításával azonban újra megnyithatta kapuit, a Disneylandek közül elsőként a világban. Természetesen itt is már minden más, mint a járvány előtt. A parkba csak előzetes regisztráció után válthatnak jegyet a látogatók. Személyazonosságukat és egészségi állapotokat is megvizsgálják. Az egészséget igazoló kódot pedig fel kell mutatni, majd ellenőrzik a testhőmérsékletet. A szájmaszk viselése és a távolságtartás kötelező, még a népszerű Disney karakterekkel is. Nagyon érthetőek a biztonsági előírások, az emberek pedig tartják a kellő távolságot egymástól, mondta ez a fiatal lány. Wuhanban egyre többen mernek elmenni otthonról, például étterembe. Mielőtt belépnének, minden vendégnek ellenőrzik a testhőmérsékletét és fertőtlenítik a kezét. Kötelező maszkot hordani, kivéve az étteremben az asztaloknál, itt csak a felszolgálónak kell ezt viselnie. Már nagyon hiányzott ez a tradicionális étel, régen ettem. Nem ez az első alkalom a karantén óta, hogy étteremben ebédelek, de ez az első, hogy készítek egy képet, és meg akarom osztani másokkal, hogy lássák, végre hozzájutottam ehhez a finomsághoz, magyarázta egy vendég. Vannak olyanok is, akik tánccal fejezik ki örömüket. A karantén előtt nagyon népszerű volt Wuhanban a közös tánc. Esténként a tereken vagy a Yangtze folyó partján gyűltek össze nők és férfiak, és közösen hódoltak ennek a mozgásformának. Néhány hónapra betiltották, azonban a karantén után most kicsik és nagyok egyaránt újra táncolhatnak. Persze a távolságot itt is tartani kell, a közeledés egyelőre nem engedélyezett. Páros táncot csak azok lejthetnek, akik egyébként is egy párt alkotnak, vagy egy háztartásban élnek. A járvány kitörése óta ez az első alkalom, hogy itt vagyok, és most nagyon jó a kedvem. Még nem érzem ugyan magam teljesen szabadnak, tudja, a maszk miatt, és egy kicsit tartok is attól, hogy átfertőződöm, mondta a folyóparton egy táncos lány. A hölgynek jó hír, hogy a kínai egészségügyi hatóságok bejelentették, nem kötelező a maszk viselete az utcán, amennyiben nem gyűlik össze egy helyen nagyobb tömeg. Sőt, a megfelelő szellőztetéssel rendelkező beltéri helyszíneken, például irodákban, konferenciatermekben, építkezéseken és iskolákban, a közösségi távolságtartás szabályainak betartása mellett szintén nem kell ezentúl maszkot viselni. A mostani helyzet óriási előrelépés ahhoz képest, ami az év elején volt Kínában. Mutatom is a számokat.
Ezen a grafikonon az látszik, hogyan alakult a fertőzöttek száma március 1-ig. Pontosan látható, hogy már 80 ezer fertőzöttel számoltak akkor az országban. Mert hogy januárban már nem csak a hírhet Wuhanban regisztráltak koronavírusos esetet, hanem az egész országban. A gócpont azonban Wuhan és Hubei tartomány maradt. Gyorsan emelkedett a fertőzöttek száma, és a világ árgus szemekkel figyelte, mit tesznek a hatóságok. Sorra vezették be a szigorításokat. Először leállították a 11 milliós metropolis tömegközlekedését, majd a vasúti és légi forgalmat is. A teljes város karanténba került. A vesztegzár előtt azonban tömegek özönlöttek a repülőterekre, hogy kimeneküljenek Wuhanból. Több millióan hagyták el a várost. Az első egészségügyi eredményeket azonban a még drasztikusabb korlátozások hozták meg. Február 2-án lezártak egyes lakótelepeket, az emberek nem hagyhatták el az otthonaikat, akiknek pedig munkájuk miatt mégis útnak kellett indulniuk, azoknak ellenőrző pontok sorozatán kellett vizsgálatokon átesniük. Wuhanban a kórházak már nem bírták el a sok beteget, ezért a hatóságok felépítettek két több ezer férőhelyes mobil klinikát, amely csak a fertőzöttek ellátásával foglalkozott. A két létesítmény első egységeit alig két hét alatt fogadóképessé tették, és folyamatosan bővítették. Több ezer munkás dolgozott rajta éjjel és nappal. A helyzetet viszont még így is súlyosbította, hogy nem csak Kína nem vette elég komolyan a járványt az elején, hanem az egészségügyi világszervezet sem. Talán emiatt is történhetett, hogy mára meghaladta 4,5 milliót a koronavírusos fertőzöttek száma világszerte. A május 17-i adatok szerint a világban mintegy 4 millió 750 ezeren fertőződtek meg, a halálos áldozatok száma pedig több mint 310 ezer. Közben nagyjából 1 millió 800 ezer embert nyilvánítottak gyógyultnak. A legtöbb halálos áldozatot az Egyesült Államokban szedte a járvány, amely Kínában kezdődött. Jó hír, hogy egyre több embert engednek ki a kínai kórházakból. Múlt pénteken például már csak 8 új esetet jelentettek. Közülük is 6-an valahonnan máshonnan hozták be a vírust az országba. Haláleset pedig nem is történt. Bár a járványidőszaknak hivatalosan vége van az ázsiai országban, az óvintézkedések még nem értek véget. Tanulmányt tettek közzé kutatók a levegőszennyezettségről. Ebben azt írják. A Kínában elrendelt karantén nem csak a betegség terjedését gátolta meg, hanem jelentősen javította az egyébként rendkívül szennyezett levegő minőségét is. Más szóval, a betegség miatt sokan egészségesebb környezetben élhetnek. Sőt, kézzelfogható eredményekkel támasztották alá a kutatók a pozitív hatást. A tisztább levegő a számításaik szerint több mint 12 ezer ember idő előtti halálát akadályozta meg. Ez pedig háromszor annyi, mint a koronavírus kínai halálos áldozatainak száma. A kutatók kimutatták, hogy a nagyobb városokban a nitrogén-dioxid kibocsátás 37%-kal csökkent a karantén előtti időszakhoz képest, a szállóporé pedig 30%-kal. Kiemelték azt is, hogy a több mint 12 ezer haláleset kétharmadát szív- és érrendszeri betegségek, valamint krónikus tüdőbetegség okozta volna. Gőzerővel dolgozik a Kínai Nemzeti Egészségügyi Bizottság is. 5 különböző vakcinát tesztelnek önkénteseken. Az 5 féle ellenanyag klinikai tesztjeinek második szakasza júliusban fejeződik be. Az ellenanyagokat 2036 önkéntesnek adták be, de egyikük sem számolt be számottevő káros mellékhatásról. A vírus pontos kialakulását a kínai szakértők sokáig kutatták. A szakemberek a SARS vírussal közeli rokonságban álló vírustörzset elemezték, amely a denevérekben található meg, és felfedezték, hogy ez a törzs igen magas szintű azonosságot mutat az új koronavírussal. Vagyis erős bizonyítékot találtak arra, hogy az új koronavírus természetes eredetű, és nem laboratóriumból szabadult, emberalkotta vírus. A koronavírus járvány után Wuhanban bejelentették, hogy 10 nap alatt a teljes lakosságot le akarják tesztelni, ez 11 millió embert jelent. A helyiek attól tartanak, hogy az idő rövidsége miatt óriási tumultus alakul majd ki a tesztelések helyszínén, ami önmagában is feszültséget kelt.
másrészt viszont a vírus újbóli megjelenését jelentheti. Sokan félnek a fertőzéstől. Szerintem egy-két intézkedés nem ártana. El kellene különíteni az embereket egymástól, ha túl sokan gyűlnének össze egy helyen. Van, akin van maszk, és van, akin nincs. Ez így nincs rendben, mondta egy fiatal. A teljes körű tesztelést nem az ellenanyagot kimutató szerológiai tesztekkel, hanem az összetettebb, ám biztosabb eredményt hozó, a vírus örökítő anyagát kimutató PCR vizsgálatokkal végzik el. Az egészségügyi szakemberek azt remélik, így választ kaphatnak arra, mennyire gyorsítja a vírus terjedését a szigorú korlátozások feloldása. A karantén után még mindig csak éledeznek a kínai repülőterek és légitársaságok. Gyakorlatilag zöldségek árán mintegy 330 forintért kínálják a jegyeket, és többüléses árengedményeket adnak számos más ajánlattal együtt, csak hogy visszaédesgessék az utasokat. A kínai polgári légiközlekedési igazgatóság szerint ugyanis 5,6 milliárd dollár veszteségük keletkezett 2020 első negyedévében a koronavírus miatt. A China Express például olyan többüléses lehetőségeket kínál az utasoknak, hogy egy-egy áráért 6 üres ülést kapnak másodosztályon, vagyis kellő távolságot tudnak tartani a többiektől. A jegyára tartalmaz egy biztosítást és egy antivírus csomagot is maszkokkal és antibakteriális törlőkendőkkel. Közben a koronavírus járvány újabb hullámától tartanak Dél-Koreában. Ismét bezártak a pezsgő éjszakai életéről híres Itavon városnegyed szórakozóhelyei, miután egy fertőzött 29 éves férfi végigjárta az egyik szórakozó negyed bárjait. Én is ott voltam május 2-án azon az ominózus estén. Rengetegen szórakoztak, óriási volt a tömeg, körülbelül 70%-ukon nem volt maszk. Kint bandáztak az utcákon. Mivel a közelben lakom, elsétáltam arra én is. De megyek is és leteszteltetem magam, mondta ez a fiatal fiú, aki videót is készített az estéről. Az eset óta egyébként már több mint 100-ra nőtt azoknak a száma, akik feltételezhetően a bulizó fiataltól kapták el a betegséget. Összesen azonban mintegy 5000 ember látogatott el az érintett klubokba aznap este. Dél-Koreában május 20-án indultak volna újra a középiskolák a korlátozások fokozatos enyhítésének részeként. A kormány döntése alapján most legalább egy héttel elhalasztják az újranyitást, sokan ugyanis attól félnek, hogy ismét berobban a járvány. Kína után szinte az elsők között jelent meg Dél-Koreában a vírus, ami gyorsan kezdett terjedni. Két hét alatt több mint 4000 megbetegedést regisztráltak. Március elején, ahogy önök is láthatják, Dél-Korea volt a második legérintettebb ország. Február közepén kezdett el súlyosbodni a helyzet, aztán március második felében már kezdett csökkenni a szigorításoknak köszönhetően az új megbetegedések száma. A távol-keleti országban a vírus terjedésének feltartóztatására korlátozták az egymás közötti kapcsolatot, és egy új digitális személykövetési rendszer révén szinte teljesen automatikusan meg lehet tudni, ha kapcsolatba került valaki egy fertőzöttel. Dél-Koreában ezeknek köszönhetően áttörést értek el. Hetek óta enyhítenek a korlátozásokon Tájföldön. A szent helyek, parkok, az üzletek és éttermek megnyitottak. Persze mindez szigorú óvintézkedések mellett. A zarándokok már nagyon várták, hogy újrainduljon a hitélet. A csaknem 66 milliós Tájföldön valamivel több mint 3000 fertőzöttet azonosítottak és 56-an hunytak el. Imádkozom a társadalmunkért és azért, hogy mihamarabb visszaálljon az élet a normális kerékvágásba. Örülök, hogy az ilyen szent helyek kinyitottak. Mindenki egészségért imádkozom, és persze magamért és a családomért is. Magyarázta ez az ausztrál férfi, aki a pandémia kitörése óta Bangkokban ragadt. Ebben a táj étteremben pedig plüsspandákat ültetnek a vendégek közé, hogy megkönnyítsék a kötelező távolságtartást. A macikat minden reggel gondosan elhelyezik, barátságos légkört teremtve ezzel az ebédhez vagy vacsorához.
Szerettem volna, ha az emberek tudnák, hogy hová ülhetnek, és persze ne érezzék magukat egyedül evés közben, emelte ki az étterem tulajdonosa. Tájföldről januárban jelentették az első koronavírusos esetet. Azóta milliók vesztették el munkájukat, például a képen látható Tavanan is. Leállt a turizmus és az ipar. Dél-Kelet-Ázsia második legnagyobb gazdaságát nagyon jelentős mértékben sújtották a korlátozások és a turisták elmaradása. 38 millió főt foglalkoztattak Tájföldön korábban, de vajon mihez kezdett az, aki munkanélkül maradt? Tavanan fodrásznak állt. A 36 éves nő a járvány előtt még az egyik legnagyobb tájföldi légitársaságnál dolgozott, mint stewardess. A vírus miatt azonban teljesen leállt a légiforgalom. Több társaság nyárig tartó leállást jelentett, máshol pedig az országok szabályozzák légterük és reptereik forgalmát. Ezért sokakkal együtt Tavanannak is új munkát kellett keresnie, hogy meg tudjon valamiből élni. Össze se lehet hasonlítani a mostani keresetemet a régivel. 4 dollár 66 centet keresek egy vendég után, de legalább a bevásárlást és a számláimat ki tudom fizetni, mondta a táj nő, akinek nagy szerencséje volt, hogy van fodrász végzettsége is. Napfény, tenger és üres strand. Ez ma Phuket, Tájföld egyik legfontosabb turisztikai központja. Az ország gazdaságát és azon belül is a turizmust rázta meg legkomolyabban a koronavírus járvány. A szigeten, tengerpartokon és a népszerű turista látványosságok közelében haldokolnak az éttermek és a kávézók. Nagyon komoly a koronavírus hatása, ugyanis a bevételünk jó része a turistáktól származik. Most egyetlen európai turista sem jön, mutatott rá az egyik kávézó üzemeltetője, majd hozzátette, a bevétel 70%-a esett ki. A táj fővároshoz, Bangkokhoz közeli Pattajában is ugyanerre panaszkodnak a turizmusból élők, csak ott azért, mert a kínai turisták nem jönnek. A városba 2018-ban 15 millió turista látogatott, az emberek itt mind ebből élnek. Tényleg semmit sem tehetünk, a dolgok kicsúsztak a kezünkből. Az a fontos, hogy mindenki biztonságban legyen, a személyzet és a vendégek is. Ha be kell zárni, akkor be kell zárni sajnos, mondta borulátóan az egyik zenés-táncos hely vezetője még márciusban. Fertőtlenítőt permetez egy gép az érkezők lábához, néhány lépéssel később a kézre is kell tenni. Március óta sok minden változott Tájföldön. Május 17-én újra kinyitottak az üzletközpontok, miután a fertőzöttségi adatok látványos javulást mutattak. A boltokba azonban csak úgy lehet bemenni, ha előtte egy kóddal bejelentkezik a vásárló. Így pontosan tudják, hogy ki és mennyi ideig volt az üzletközpontban. Ellenőrizzük, mennyien vannak bent, és eldöntjük, mennyi embert engedünk még be. A bent tartózkodóknak maszkot kell viselniük. A mozgó lépcsőn 2 lépcsőfokot ki kell hagyni az emberek között. A liftet pedig egyszerre maximum 5-en használhatják, a padlón pedig jelöltük, hová kell állniuk, sorolta a biztonsági intézkedéseket a pláza vezetője. Japánban január 16-án regisztrálták az első koronavírusos beteget, egy férfit, aki éppen Wuhanból tért vissza. Mára pedig már több mint 16 ezer esetben mutatták ki a kórokozót, és összesen 725-en haltak bele a szövődményekbe. Február végén zárták be az iskolákat a Szigetországban, viszont a járványügyi veszélyhelyzetet csak április végétől vezették be több lépcsőben. A legtöbb kritika a január 20-án Yokohamából induló Diamond Princess nevű luxus óceánjáróval kapcsolatos járványkezelést érte. A hajó 3700 emberrel a fedélzetén indult álomútra, azonban a túra rémálommá vált. Volt ugyanis egy 80 éves hongkongi férfi a fedélzeten, aki sokaknak átadta a vírust. Ezt követően 10 további embernél mutatták ki a fertőzést. Február 5-én a japán egészségügyi minisztérium teljes karantén alá helyezte a hajót, és a 2600 vendég még a kabinját sem hagyhatta el. A fedélzeten dolgozók egy része azonban csak egy hét után kapott maszkot, pedig nekik továbbra is el kellett látniuk az utasokat.
Japánt nem csak a luxushajó miatt érték bírálatok, hanem amiatt is, hogy egy hónap alatt csak 32 000 tesztet végeztek a 126 milliós országban. Japánban májusban 39 prefektúrában feloldották a koronavírus miatt életbe léptetett rendkívüli állapotot, de a fertőzöttebb régiókban továbbra is életben marad, köztük Tokióban, Oszakában és Hokkaidó szigetén is. Öt karika, új stadion, üres nézőtér, az olimpia idén július 24-én, a paralimpia pedig augusztus 24-én kezdődött volna Tokióban. Ez most azonban várat magára. Március végén ugyanis az a döntés született, hogy a koronavírus járvány miatt egy évvel később rendezik meg az eseményt. Az eddigi előkészületekre szakértői becslések szerint Japán már több mint 12 milliárd dollárt költött. Az viszont még nem tiszta, hogy ki fogja fizetni a tokiói olimpia többletköltségeit. De még az sem, hogy mi történik abban az esetben, ha a koronavírus járvány okozta helyzet még jövőre is fennáll. Elemzők szerint Kína most mindent megtesz azért, hogy mérsékelje a károkat. Pekingben ugyanakkor annak is tudatában vannak, hogy a válság egyben lehetőség is. Xi Jinping elnök felelős és proaktív vezetőként mutathatja meg magát. A legfontosabb ipari fejlesztések pedig, amelyeket megakasztott a járvány, várhatóan újraindulnak. Percek múlva Brazíliával folytatjuk. Egy országgal, amelyben a fertőzés éppen a csúcsponton van. Tartsanak velünk akkor is!